Minden reggel azzal kezdünk, hogy átnézzük a lovainkat, megnézzük, hogy van-e rajtuk valami a sáron és a koszon kívül, ami figyelemre érdemes, megnézzük, hogy vannak-e rajtuk csípések. Nyilván, hogyha túl sok csípést látunk, vagy netán kullancsot, akkor egyből eljárunk. Lovak esetében a betegség lázas általános tünetekkel, illetve agy- és gerincvelő gyulladás okozta idegrendszeri tünetekkel jár. Étványtalanság, könnyezés, nehezített légzés, majd néhány nap múlva a hátulsó végtagok gyengesége, bénulások, elhullás. Ez egy nagy kérdés, hogy mi van, hogyha a nyugat-nílusi lázzal fertőzött szúnyog csíp meg egy lovat. Az esetek nagy százalékában állatorvos ismerősök szerint a ló képes legyőzni ezt a vírust, túléli, tehát nem lesz nagy baj. De van egy picike százalék, és ugye mindig attól tart egy lótartó, hogy nehogy ő belekerüljön ebbe a picike százalékba, amikor felülfertőződés alakulhat ki, illetve idegrendszeri tüneteket is okoz ez a lázzal járó betegség, agyhártyagyulladás, vagy egyéb súlyosabb betegség is kialakulhat. Az a legrosszabb forgatókönyv, és erről mi lótartók inkább nem beszélünk. Mindent megteszünk a megelőzés érdekében, és nagyon-nagyon imádkozunk, hogy elkerüljön minket a nyugat-nílusi láz. A lovak egy része elpusztul, vagy a súlyos tünetek miatt szükségessé válik a betegállatok eutanáziája. Más esetekben a tünetek enyhülnek, és a betegállatok idővel teljesen meggyógyulnak. Picike egyesület vagyunk, és gyakorlatilag igyekszünk állatorvosi szempontból mindent megadni a lovainknak, de erre a betegségre, hogy végigoltsuk az összes lovat, amivel dolgozunk, sajnos most nincs lehetőség. Nyilván használunk szúnyogriasztószereket, spotonokat, igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy itt a területen ne legyen komolyabb szúnyog fertőzöttség. Nincsenek óriási víztócsák, vízfelületek, a magunk módján tényleg mindent megteszünk, hogy gyérítsük a szúnyogokat. Esetleg, ha van olyan ló, akkor szúnyoghálóval, olyan megoldásokkal, olyan szúnyogírtószerekkel is próbálkozunk, hogy minél kevesebb legyen a lehetősége annak, hogy egy fertőzött szúnyog megcsípje a lovainkat. És hát a gyerekeknek is, akik hozzánk járnak, a Porszem Egyesület tagjainak is folyamatosan mondjuk, hogy legyenek figyelmesek, ha bármi furcsa csípést látnak valamelyik lovunkon, akkor szóljanak egyből. Mi hívei vagyunk annak, hogy természetes szereket használjunk, Vaskóné Borika a boszorkányunk, ő mindenféle természetes főzött, illetve kutyult krémmel is segít, hogy a szúnyogriasztás tökéletesebb legyen. Isten igazából a lovakat én szerintem nagyon-nagyon kevesen tudják beoltatni a nyugat-nílusi láz ellen.